Now turn up. Mindenkinek sziasztok, ismételten akkor innét jelentkezem most már szombaton. Hát megjött a, úgymond a beígért zivatar, meg a szélfújás, meg minden hülyeség. Annyit tudtam tenni ma reggel gyorsan, hogy a vezetéket, ami fent volt itt az eresz alatt, azt bekötöttem egy hosszabbító, egy régi hosszabbítónak a végébe. Hát ilyen ókány munka, de különösebben nem zavar. Szerintem a funkciót ellátja, úgy néztem az adapter, az nem tudom mennyire fog besűvíteni ez a hülye szél, de eszméletlen föltámadott, hál' Istennek. Reggel nagyon szép idő volt, nekiálltam itt melózgatni, ahonnan szépen bekötöm, addig lekapcsoltam ugye az áramot a házba. Nem szerettem volna, hogy szétülök a létráról, levág az áram, hogy hozzátapodok az a vezetékhez. Úgyhogy hát nekiugrottam, aztán azon vettem magam észre, majdnem ledob a szél a létráról, mert ugye ott van fönt mögöttem az a kis kábel, ami ott lógott ugye, és azt kellett elvezetnem itt végig, ugye az eresz alatt végighúztam arra, és akkor oda a végre rákötöttem egy ajzatot, úgymond, egy hármas ajzatot, hát egy régi kiszuperált hosszabbítónak a vége, amely én nekem nagyon tökéletesen meg fog ide felelni. Használtam ezt már valamilyen szinten, nem tudom, hogy látható, megmutatom majd, jó. Lévek itt az esős esik, mert az eső is potyorok, hál' Isten, ugye mondták az esőt minden baszatot, úgyhogy hát gyönyörű lesz. Gyönyörű idő van, úgymond, a barackoknak nagyon kedvez, meg hát a szilvák is látom kinyíltak, úgyhogy hát a méhek biztos sokat futkoznak most mai nap. De hát megjósolták, meg is jött, hál' Istennek. Tehát ugye délutára mondták ezt a hülye zivataros időt, megjött reggel. Megjött reggel sajnos, meg elég korán kijöttem, hát korán idézőjelben korán 9 óra fél 4-10 magasságában, ugye Forma 1-et néztem egy darabig, aztán inkább úgy gondoltam, hogy fölkelek, aztán majd az ismétlés megnézem, vagy a online visszanézem a futamot, vagyis az edzést, időmérőt akarom mondani, és hát gondoltam, gyors, ezt befejezem, majd lekapcsolom az áramot a lakásba, hát nem díjazta a gyerkőc, ugye, mert ő játszott ugye, keményen, és benn volt épp egy, nem tudom, mivel, aztán őre kellett várnom, aztán hát ezért elcseszülött az idő. Na mindegy, nem is az a lényeg, az a lényeg, hogy be van kötve, hát innétől kezdve szerintem már áram alatt van elvileg a hosszabbító, vagy az a rész, és csak be kéne dugnom a mi a felét, adaptert, áram alá helyeznem a gépezetet, és elvileg működne, de a kábel még nincs behúzva. Előtte még füvet kéne nyírnom, de hát most ebben a masszat időben, hát nem tudom, hogy fogom megcsinálni, de mindegy, le kéne nyírnom alatt a füvet egy-két helyen, mert magas. Ott megindult, ugye, elvileg, hát remélem van rajta áram ezen a kábelen, ugye végig az eresz alatt elhúztam, és ugye ott a maga a hosszabbító vég, ugye ezt már ilyen, én kókányoltam össze, nem tudom, talán nem esik bele, és ugye ott van maga a gépezet is, maga már csak az adaptert kellene. Hát ugye, és itt mutatom, hogy ott a jelzés, most nem akarok létrázni, már létrát idehozni, de hát mutatom még egyszer, mert ott egy ilyen kérdés, hogy külön föld kellene, igen, ott van a föld, ugye itt a pirosra megy a maga a villanypásztorkábel, az meg egy visszajelző LED, és ott kapja az áram, 12 voltot, tehát egy nagyon szél, ott kapja az áramot, nem kell egy adapterről. Tehát a föld külön, le kell húznom a földet. Ja, persze, pedig a földet be is kötöttem, bocsássatok meg, azt nem tudtam. Micsoda komoly technikával, tehát ott lehúztam, ugye valamelyik vezetéket mondtam, felagasztom a szögre, különösebben nem szabad, így jön, rá a rózsabokorra, és onnétől kezdve szépen belemegy oda a földbe. Azt már mutattam, ott a vas valami, oda leütöttem, és arra van rácsatlakoztatva. Tehát ezt még tegnap megcsináltam, ugye be van kötve, oda szépen látható, az már ment a műszerve. Egyedül most már áramot kéne akadna, az már csak egy rafter. Ja, még pluszba tettem fel oda, látjátok egy kampót, nem tudom mennyire hallottak, mennyire ott egy fekete, látjátok azt a kampót, ott a kampó. Tehát ahhoz akarom még kifeszíteni, ne a vezeték, a piros csatlakozó tartja magát a villanypásztának a kábelét, hanem az a műanyag kis kütyű, ami arra hivatott, hogy az a ki tudom feszíteni majd légkábelként oda a bambuszot. Hát nem érem, az a viar nem burítja ki azt a
oszlopot honni. Á, emberek, eszméletlen milyen idő lett, oda nézzetek. Hát most ez olyan idő, persze megint hétvége van. Ugye, hétvége van, miért is ne? Mik az ember, hát nem is hiszem el direkt, hogy ez így van csinálva, hogy amikor az ember melózik, tényleg 19-20 fok, szép napsütéses idő, és arra nézhetek. Milyen jön a szombat, vagy a hétvége? Szevasz, tavasz, jön vissza a tél, meg a hülye idő. Úgyhogy, hát, hogy már valamit tudjál csinálni itthon, érted? Ez arra jó ez az időjárás. Meg ez ki van találva? Hát, ki van találva, hogy a melós ember, hogy majd jól érzem magát még hétvégén is. Hétközben meg úgyis melúzni kell, a gyönyörű idő meg mehetsz dolgozni. Na, szerintem be is húzódok, hát ha majd folytatom, hogyha jól csitul az eső is, meg a szél is, jó? Emberek, esik a jégeső. Megjött a jég, nem tudom mennyire látszik. Hát még szerencsé, hogy ilyen kis apró, lehet látni, apró cseprő potyog, lehet látni potyognak össze-vissza. De hál' Isten azért hűlt el ennyire a levegő. Lehet látni ilyen kis ekkora, mint egy cukorborsó, vagy kisebb szemek potyognak. Hát igen, én nem tudom milyen idő lesz emberek, de ja, ez biztos, hogy nem tesz jót ezeknek a virágzó fáknak, sajnos. És akkor ismételten a FS 36-os, Steel FS 36-os is bemutatom. Már misőször bemutatom, hogy megnézzük, hogy mit muzsikál élesbe terhelés alatt. Hát tudom, vasárnap van meg minden, de az előbb már ugye ment a gépezet. Ő, az előbb már bőrögtem vele picikét, az egy másik videó lesz. És akkor megpróbáljuk a másikat, hogy teszteljük egy kicsikét, hogy terhelés alatt mit bír óvatosan. Tehát természetesen full gáz, meg mit tudom én, csak épp, hogy azt a kis növényzetet végigmegyek itt a növényzeten, a micsoda alatt. Mindig elfelejtem ezt a hülye villanypásztort, aztán, vagy kutyapásztort, aztán azt még megcsipkedem. Meglátjuk, hogy mit muzsikál maga a gép, amely itt van, megtankolva. Nem bántottam azóta semmit. Úgy van, ahogyan úgy hagytam, annyit feltankoltam. Semmit nem állítottam rajta. Na, elvisszük akkor a tett helyszínére. Aztán, hát ugye itt még majd egy-két ágat le kell vágnom, mint mondottam. De ugye itt az elején, itt kéne majd ezt használnom. Mert hát ugye ott van fű, nem pici, úgyhogy ezt hát valamilyen szinten alatta végigvágok egy csíkot, mit tudom én, egy méteres szélességbe, aztán meglátjuk, jó, hogy viszi vagy nem viszi, vagy dolgozik, vagy nem dolgozik terhelés alatt, mert ugye üresen elpörgött, az tény és való, de hogy most terhelés alatt hogyan fog menni, majd kiderül. Megpróbáljon ittani. Akkor folytassuk a kutyapásztor históriát, amúgy végeztünk. Gyönyörű napsütéses idő van, láthattátok. Ugye, hát most ugye össze-vissza lesznek itt felrakva videók, mármint úgy naprend szerint, mert ugye szombaton kezdtem meg ezt a videót, és immár vasárnap délután van, de viszont most jó az idő. Ugye tegnap a jégeső bezavart meg a hülye szél, azért is álltam neki fűrészekkel, meg hát damilosokkal foglalkozni, de inkább damilossal. Úgyhogy az elkészült, de képzeljétek el, ahogy akartam vágni vele. Mondom, lenyírom, letesztelem a gépezetet itt a villanypásztor alatt, hát nem indult, és folyt a benzin a karburátorból.
úgyhogy ott lesznek még gondok, lesz mit javítani, de hát ez a lényege az ember hobbi szinten, aki hobbi szinten szórakozik ilyenekkel, hogy mindig van javtekolni való. Valószínű, vagy a tűzszelep akadhatott fönt, mert szerintem túl sok benzint kap, folyamatosan folyar bele a benzin, vagy nem tudom, de majd talán ki tudom deríteni. Egyre szét van bulítva a gép, majd lehet, hogy megmutatom. Valamint úgy ki van véve a karburátor. Na. És akkor íme, ott van, be van kötve a cucc, tehát rajt van a kábel, rátekertem a kábelt, ugye a piros LED adja az impulzusokat, jelzik, hogy mikor, 5 másodpercenként kb. Ad egy impulzus neki, és úgy néz ki jó, mert képzeljétek el, amúgy tudom, hogy látjátok, ott megy végig a kábel. Nem tudom, persze mennyit láttok ti abból a vékony kábelből, milyen messziről. Na, mindegy, ezt megmutatom, akkor ide lejön. Ugye ott csatlakozik az oszlophoz, itt lejön szépen. Úgy, hoppa, közben itt a paf-paf szórakozik velem, és akkor íme, itt van két, hát egyelőre kétszálasan húztuk meg. Ugye ott vágtam el, hát ott összekötöztem gyorskötözőkkel, itt elvágtam, bőven maradt még kábelünk, úgyhogy még akár két sort is tehetünk rá. Nem lesz ezzel gond, úgyhogy szépen be lett húzva. Hát minden második oszlopnál tettem rá egy gyors kötözőt, hogy azért valamilyen szinten feszesen tartja, úgyhogy így szerintem jó is lesz, szerintem. Képzeljétek el, én nem tudom, hogy ez hogy működik, hogyan se, fázis kergetővel, fázis szeruzával, nem mondom, leellenőrzöm, hogy van-e benne nafta. Hozzatettem a micsodát, hogy az ujjam vége rajt volt, ahol kell lenni. Úgy oda csapott, úgy megcsipte az ujjamat, hogy eldobtam a francba a fáziskergetőt. Na nem tudom, hogy a francba jött, tehát még előtte próbáltam ki konnektorból, szépen világított, csak azért, hogy kipróbáljam, hogy jó-e. Ott semmi gondja nem volt, itt meg áthúzott, mint az állat. Úgyhogy én nem is értem, hogy a fenébe ő csapta meg az ujjamat. Fogom. Én elsőre egy picit, azt hittem, csak valamit rosszul éreztem. Aztán másodszor, amikor meg akartam ismét próbálni, hogy na, van ebben nafta, dur, akkor egy úr ütött. Na mindegy, kipróbáltam, az a lényeg, hogy tudom milyen érzés, nem egy kellemes, de nem volt annyira brutális, tehát még élek, úgyhogy nincs ezzel gond. Hát ez mégis nem tudom milyen is, ugye kutyáknak való kis pásztor, tehát remélhetőleg teszik majd a dolgát. Hát egyszer-kétszer neki futnak, úgyhogy itt egy-két ágat levágtunk, látható. Úgyhogy itt erre szépen megy végig, ahogyan megterveztem a, úgymond a nyomvonalát. Aztán, hát na egy-két ágat majd lehet, hogy még itt ezt a kupacot el kell pucolnom, mert hát olyan 10-20 centire van tőle. Itt kilógott egy tubincső, annak a vége, azt bejátoltam, az a nagy áthúzzon. Aztán szépen erre megy végig. Úgyni, szépen, ígyni. Olyan, annak rendje, módja szerint megy. És akkor ugye itt meg, itt is szépen át tudtuk húzni, nem hallani, hogy csattogna valahol, nem tudom mennyi, az áthúzás szerintem az jelzi, hogy egy kicsit pattog, vagy ilyen érdekes hangokat ad. Majd esőbe kíváncsi leszek eső után, mert itt elég közel van a föld, hogy mit fog, nem húz át. Meg a növényzet, ahogy nő, majd figyelni kell, aztán folyamatosan kaszálni. Na, ennyi lett volna ez a kis lövid villanypásztorosd, a második, vagy az a második résznek itt a vége, és magának a telepítésnek is itt a vége, úgyhogy kész van. Aztán, hát van látható itt is, hogy egy-két helyen meg van erősítve, nem nyúlok oda, bocsássat. Oké, nem akár hiszitek, akár nem. Akár már nekifutott a kábelnek egyet nyikkant, aztán utána már csak egy méterről szagolgatja, úgyhogy bízok benne, hogy egyszer-kétszer még neki megy, aztán igen. Na tehát itt látjátok, én mindig benzines, totyog a benzinből itt a cucc, totyog a benzinbe akarom mondani, és én azon gondolkodtam, nem-e a tűzszelep akart lent, mert ugye, vagy hogyan van, ha lejön, nem nyom, vagy a membrán nem dolgozik normálisan, nem tudom, de valami gondja van neki, mert folyamatosan dől belőle a benzin. Hát tegnap persze nem vettem észre, tegnap még ment is nézhetek a kipufogót, látjátok? És majd itt is tolja a benzin, tehát valami gondja van, mert folyamatosan jön bele a benzin, és így valami nem gömbölyű. Hát nem hiszem, hogy a tömítés problémája van, itt szerintem a tömítésnek ez semmi köze, hanem
vagy várjatok. Na végül is mindegy az a tömítés, hogy teszem rá, mert az impulzust úgy kapja. Tehát azt nézem, hogy ez, azt hittem rosszul tettem rá, de mind a két fel a lyukas. Úgyhogy szerintem annak mindegy, hogy van föltéve. Lenek néz, fönök néz. Na mindegy, az a lényeg, hogy hát igen, valami bibi van itt a karbival. Ez még majd egy misét megér. Most egyelőre hát igen, kézzel kellett lesarlózni. Szégyen szemre. Itt van, mit tudom, hány fükaszálma. Fuxit nem akartam elővenni. Az még pihenjen egy picit. Téli álmából nem emésztettem fel, majd egy videó keretében fogom feléleszteni. Úgyhogy remélhetőleg itt valami. Azon gondolkodtam, hogy nem tudnék látni egy másik karburátort, csak próbaképpen kíváncsi lennék rá, hogy azzal mit muzsikál. Mert szerintem egy kínai karburátorra lehet, hogy meg is lehetne oldani. Most oké, nem primer pumpás, mert primeres szerintem nekem nincsen. Itt hol, abszolút, de viszont sima karburátor, vagy primert kiiktatni, vagy mit tudom én valahogy megoldani. Nem tudom, de valamit ki kell találnom, vagy pedig ezt még egyszer majd szétkapom, aztán megnézem, hogy mégis mi a dörgés, nem akadt ott fönn valami, vagy a rúgója nem jó, vagy mit tudom én mi a tűzszerepnek. Mert szerintem azért dől bele benzin. Én nekem van olyan sajna gyanúm, hogy azért is dől bele benzin. Hát, jobbat nem tudok elképzelni. Nos, akkor egyelőre akkor ennyi lett volna ez a kis telepítési hadművelet, úgyhogy működik a technika, mivel nem volt olyan veszélyes, szegényen belefutott, ugye ment egy, először nekiért képzeljétek el, oldalt elment mellette, úgyhogy érte a szőrpos, figyeljük őket, és meg se nyikkant. Ha mondom, mi van, franc van, engem megütött, ezt meg nem. Na, aztán másodszor a szemből ment neki, és mindjárt nyikálcsolt egy picikét, aztán utána hátra ugrott, aztán a következő ment arra, csak szaglászta olyan méterről, nézegette ezt a valamit. Az afilunk még nem ismeri, hát majd ő is megfogja szegényem, de utána szerintem majd betartják a két lépés, három lépés távolságot, úgyhogy bízok benne, hogy működni fog ez a technika. Hát igen, aki szökni próbál, azt sajnos valahogy meg kell akadályoznunk. Másképp nem tudjuk, nem vagyunk itt, hol mindig nem figyelhetünk, pedig a kerítés ugye azóta mondjuk nem szökött meg, mert kerítést megcsináltuk, ahol olyan egy helyen volt tényleg az a lyuk, de azt most meg lett csinálva. Na igen, és a kelánk ismét egyet fürdik, azt mondja, hogy ő egyet fürdik, legalább most, ha vizes lesz a bundád, még jobban meg fogám csípni, de majd rá fog jönni, szerintem magától is. Ugye ez a fér, te még nem kaptál, de sajnos te is fogsz kapni szerintem egy-két ütést. Úgyhogy főleg mikor majd nekiállít éjjel ugatni, megy arra hátra, azt hoppá! Hát még nem tudom, hogy ja, meglátjuk, lehet, hogy szétszabdalják, milyen erős ez a kábel, ha nekifut egy ekkora kutya, de meg is fogja csípni, úgyhogy szerintem azért valamilyen szinten hatásos lesz. Nos emberek, ennyi lett volna akkor ez a kis telepítéses. Na? Megint ott van a kell, na, messzire, várjatok. Pont eljött onnét, majd kíváncsi voltam rá. Messziről szaglászta, nem mert oda mennek környékére. Na várjatok, most nem ment arra hátra, és követjük, jó? Most nem ment, nagyon nem ment hátra. Ki akar menni a telekre? Nem engedjük most ki. Na, kíváncsi leszek, hogy elmegy-e arra fele. Hát most itt igen, emberek, nem megy el arra. Hiába akarom bemutatni a technikát, hogy tényleg, hogy ha neki megy, hát ki akar menni, hogy elnézem, nagyon ki akar menni, de hát oda meg nem mehet most ki. Na, Kela. Hát nem ment neki emberek, úgyhogy ezt nem tudom bemutatni, nem hiszem, hogy... Na, most ugat meg elő a kutyák, de szerintem... Ja, azok a kiskapuhoz fognak menni. Majd esetleg azt megcsináljuk, hogy oda előre mindegy... elrettentésként két madzagot kihúzunk keresztül a kapunál, és hát megpróbál, jó lenne lenni sárga, nem tudom, hogy van-e, Kela, itt van, megint itt van, ugye? Jó lenne sárga, és akkor áthúznánk két sorba ugyanígy, ugye az szerintem már épp elég lesz nekik, ha egy ilyen, vagy ilyen madzag, vagy valami árva húzva, és szerintem az már bőven elég lesz nekik, hogy elrettentse őket az arra, kovályogjanak. Na most itt egyik sem megy ámoda, látjátok? Most ott inkább lefekszik. Na jó van. Jó, nem tudom bemutatni, hogy mekkorát csíp, hogy mekkorát ugrik a kutya. De higgyétek el, nem volt olyan veszélyes. Nem is sokat, csak egyet megnyikkent, az kész. Úgy konkrétan nem
10-15 órákig, tehát nem volt szerintem annyira nagy ütés. Most már tényleg elbúcsúzom, ebben is lezárom ezt a videót, ahol most így jól szembesült a nap, jól látszik a nagy arcom. nem azért. Akkor tényleg most már lezárjuk ezt a videócskát. Nem tudtam bemutatni egy kutyát, hogyha ne talán neki menni, mekkorát ugranak, de higgyétek el, akár azért kipróbálta, letesztelte, és úgy nézik ki, hogy egy kicsit már visszatartja. Tehát az a kábel, akár az afirunk még nem ment neki, hát őre még ezután vár a feladat, hogy neki menjen, és megtanulja. Meg fogja tanulni szerintem mindkettő hamar. Úgyhogy a telepítésünk kész van, működik a műszer, látom most is villog, mert ugye lehet látni a LED, olyan 5 másodperceként adja az impulzust szépen, aztán többi már az ő dolga, meg a kutyáké lesz, hogy mennyire fogékonyak erre a dologra, vagy mennyire sem. Akkor mindenkinek legjobbakat, csákány, sziasztok!